Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami nem lenne más, mint a Vlogmasnek a 6. része, ha jól számolok. És végre egy olyan videóval jövök, amit nagyon régóta szeretnék már felvenni. A csomag, amit meg fogok nektek mutatni, itt van nálam körülbelül egy hete, vagy valami ilyesmi. Láttátok is már, beszéltünk is már róla, de most végre eljött az idő, hogy így is megmutassam nektek. És ez nem más, mint a Jeffree Star x Shane Dawson collab. Még mielőtt belekezdenék, szeretném nektek elmondani, hogy ez azért nem volt egy könnyű menet, hogy én ezt meg tudjam rendelni. Volt már olyan, hogy vártam termékre, volt már olyan, hogy hajnalig fennmaradtam, hogy meg tudjam rendelni, de olyan, hogy 2,5 órát üljek a számítógép, telefon és nem tudom én mielőtt, 2,5 órán keresztül olyan még nem volt, és egy kicsit lutri is volt a dolog, mert 3 darab eszközről próbáltam rendelni, 2 darab laptopról és 1 telefonról. És elmondanám nektek, hogy 2 eszközön, az én telefonomon és édesanyi a laptopján egyetlen 1 darab paletta volt a kosárba, és az én laptopomon pedig 3 darab termék. Hát ilyen. Csomag méretéből kiindulva szerintem rá tudtok jönni, hogy melyik eszköz nyert a laptopom, úgyhogy az eredeti ár helyett, amit szerettem volna erre költeni, majdnem a duplája, vagy talán több is, mint a duplája sikerült, de nagyon örültem neki, hogy végre bejutottam a sorba, és odaértem, hogy akkor kicsekkoljak. Eszembe se jutott, hogy azért, mert több minden van benne, hagyjam az egészet. Ezt a csomagot már láttátok, szerintem erről nem is beszélek túl sokat, igazából nagyon szép rózsaszín, de ezen kívül semmi extra nincsen vele. Na de ez. Ez itt az igazi lényeg. Van itt nekünk csodálatos csomagolópapír, van benne egy fantasztikus számla, és egy nagyon cuki kis mini kontroverszis. Hát minek mondjam ezt? Nem tudom, hogy ennek mi a neve. Ezután itt van nekünk a lényeg, a paletta. A paletta, ami egészen pontosan 52 dollár volt, megint csak jöhetnek ide mellém szépen a számok. Van itt nekünk egy rúzs, ez 18 dollár volt, és van itt nekünk még egy csomag, ami nem tudom, hogy miért van erre egyébként szükség, de mindenki megőrült érte, köztük Bence is és én is, úgyhogy természetesen itt van nekünk a kis Pig Mirror, ami egészen pontosan 30 dollár volt. Ahogy látjátok, összesen 100 dollár volt ez a kis csomag, és erre jött rá egy 25 dolláros, 25,78 shipping, tehát szállítás. Összesen 125,78 itt van mellettem, és ezután jön a bulis része az egésznek. Amikor a csomag beér Magyarországra, a Tatis palettánál már tudjátok, hogy mennyit fizettem, de nyilván mivel itt nagyobb az értéke a csomagnak, így több a vám is, úgyhogy a vámteher 10.065 forint volt, és a vámügynöki szolgáltatás ugyanúgy, mint az előzőnél, 3.500 forint. Tehát összesen... Wow! Tudtam, hogy nem volt egy olcsó kör, de kicsit meglepődtem, ahogy összeadtam. Összesen 51.219 forint. Na mindegy, ezen a részén szerintem lépjünk is túl, mert nem érdemes vele foglalkozni. Egyértelmű volt, hogy szeretnék ebből a kollekcióból rendelni, és ez a 3 termék volt a kedvencem, úgyhogy igazából az a lényeg, hogy tudjam használni, úgyhogy szerintem nézzük meg, hogy néznek ki, és hogy hogy működnek, és hogyha minden rendben lesz, akkor nem parádézok az ár miatt. Először, erre vagyok a legkíváncsibb. Kibontanám és kiborítanám egy az egybe. Ez a tükör valami elképesztő. Azon gondolkozom, hogy itt van-e. Pont itt van a Jeffree tükröm. Most nézzétek meg. Mennyivel nagyobb? Fekete és rózsaszín színbe jelent meg, de szerintem ez a fekete, ez annyira vagány, hogy tükröt látni fogjátok egész végig, mert nyilván ebből fogok sminkelni, úgyhogy folytassuk tovább.
A rúzs, amit megrendeltem, az a Jeffrey What the Fuck árnyalat, és mostanában valamiért nagyon rákattantam ezekre a neon rózsaszín rúzsokra, úgyhogy amikor megláttam, hogy ez is ilyen színű, úgy voltam vele, hogy ha valamit rendelek rúst, akkor az ez lesz. A kollekcióból az összes rúzsnak ugyanilyen sénes a teteje, és mindegyiknek ez a nagyon szép ilyen grafit szürkés. Nagyon hasonlít az illata egyébként a Kylie-s rúzsoknak az illatára, de van benne egy kis menta, vagy nem tudom, olyan mentolos illata van. Uff, de vakító, te jó ég! Smink végén természetesen fel is fogom majd tenni, de először nézzük a lényeget. Nem mutatom meg azonnal. Rózsaszín buborékfólia. Oké, ezzel majd később még játszok egy kicsit. Aki nézte a sorozatot, az szerintem tudja, hogy miről van szó, és brutális, hogy összerakták. Gyönyörű a csomagolás. Egyébként ez nem látszott a sorozatban, legalábbis én nem vettem észre, hogy a fekete az egy kicsit ilyen csillámos, tehát ilyen metál fekete. De nyilván ez nem számít annyira. Úristen, te jó ég! Bence éppen fürdik, de ha kijön, azonnal megmutatom neki. Jeffreynek az összes palettája nagyon extrém, és nagyon-nagyon szépek a csomagolások, de ez, ahogy ki lett találva, ez középen a kis Shane logó. Nagyon szép. Hát ez. Tükörről levenni a fóliát az egyik legjobb dolog a világon. Egyértelműen a paletta legfelső sora áll hozzám a legközelebb, de van benne pár olyan szín, amit nagyon várok, hogy kipróbáljak, és élesbe teszteljem, hogy tudok vele bármit is egyáltalán csinálni, de nagyon szépek, úgyhogy én azt mondom, hogy gyorsan swatcholjunk egyet, és utána kezdjük is el a sminket. Woohoo! Úristen, de jól néz ki! Szóval a palettában az összes színen különböző nyomatok vannak, tudjátok, amikor összepréselik őket, akkor lehet bele ilyen kis mintákat nyomni, és mindegyiknek a szín nevéhez kapcsolódóan van belenyomva ilyen kis minta. Jeffreynek egyébként eddig is volt mindig belenyomva valami, általában ilyen kis apróságok, de a Shane logó és a Diet Cola, ahogy bele van nyomva, a What's the Tea árnyalatnál még a kis teazsák is ott van, tehát brutál. Az a baj, hogyha ebbe bele fogok nyúlni, akkor ezek el fognak tűnni. Ezeket a színeket viszont most csak újjal fogom swatcholni, és ide fog jönni minden a csodálatosan hófehér kezemre. Csak megvárjuk, hogy Dezső Bence kisétálgassa magát. Nem tetszik a semmi, nincs a tévébe. Abszolút, de nem tetszik. Az a baj, hogy ilyenkor mindig berak valamit a tévébe, egy képernyőkímélőt, de azzal nem foglalkozik, hogy egy smink videót több mint 2 óra felvenni, és aztán itt hagysz, és fél óra után a tévében megjelenik a No Signal felirat, és az még rosszabb, mintha semmi nem lenne a tévében. Pak! Köszönöm. Most mindjárt 50 000 megtekintést gyűjtöttél nekem. Kaphatóak a Marco Rebecca cuccok a lambox.hu per member per Marco kötőjel Rebecca oldalon. De a link a leírásban is megtaláltok.
ez a tükör fényévekkel jobban néz ki, mint a Jeffrey Ezt mondtam, az előbb mutattam már, hogy itt van pont. Elképesztő. Ez az a fajta alkohol, amit ajándékba kapsz, és nem akarsz beleinni. Igen. És nem akarod, hogy használd a make-upot, mert elrontod a logókat rajta. Na lássuk! Szépen sorba fogunk haladni. Nem rossz érzés? Nem, azért vettem, hogy játsszak vele. Igen. Ranch, második My Pills, harmadik Tenecon, most jön egy új törlés. Kicsúsztál mászt el a képből? Diet Root Beer. Utána Just a Theory. De szép rose gold ez. Utána jön a Spiraling. Következő sor. Conspiracy. De érdekes ez a zöld amúgy. Utána jön a Pigment. Utána Food Videos. Kicsit elcsúsztam a sorral. Ezután jön Trisha. Következő Cheese Dust. És Flaming Hot. Másik oldalon folytatom tovább. What's the tea? Diet Coke. Diet Cola, bocsánat. Not a fact. Következő Sleep Paralysis. De szép ez, te jó ég! Ezen egyébként nem látszik itt a palettába, de egy kicsit ilyen lilás, ez nagyon szép. Ezután jön az Illuminati és a My Rides Here. Tehát itt van a palettának a tartalma a kezemen, és egyébként így, hogy feltettem, egy csomó szín, amire azt hittem, hogy nem fog tetszeni, és nem fogom tudni használni, sokkal jobban tetszik, mint ahogy gondoltam. Tehát, hogy meglepően nagyon tetszenek. Most akkor megint felemás minket csináljak? Hát csak azt kellene, nem? Valamiért az egyik szememen nagyon szeretnék egy zöldes sminket csinálni, a másikon viszont lehet, hogy egy nagyon natúr. Ezen az oldalon szerintem a zöldeset fogom csinálni, ezen pedig a natúrt, és nem tudom, hogy mihez kezdjek. Nem tettem semmit pluszba egyébként a szememre, úgyhogy most ez lesz a próba. My Peels lesz az első, amit fel fogok vinni igazából majdnem mindenhova, egy ilyen kis bázis színnek. Ezután jöhet a Tenecon, amit elkezdek a mélyítő vonalam felé tenni. Próbálok egy új mélyítő vonalat kreálni magamnak. De szép lesz. Váltok egy egyel kisebb ecsetre, amivel felveszem a Diet Root Beer-t, és még mindig a mélyítő vonalamat próbálom kialakítani. Az az igazság, hogy hibátlan. Annyira könnyen el lehet dolgozni a színeket. Most kellene egy kicsit valamit váltani, hogy extra legyen. Most tegyek bele pirosat, meg narancssárgát. Legalább lesz benne egy kis extra, nem? Lehet elrontom, de egyszer élünk. Következő akkor a Flaming Hat lesz, amit elkezdek felrakni a külső sarokba. Nagyon óvatosan, nehogy túlzásba vigyem. Szerintem egyébként nincs is ennyire piros színem. Sőt, biztos, hogy nincs. Hát emlékeztek a csak piros videómra, hogyha nem láttátok, akkor csekkoljátok le. Ott pont az volt a problémám, hogy nincsen ennyire piros színem. Ennek is van egyébként egy nagyon kicsike rózsaszín beütése, de azért ez piros. Ez igen! Menet közben jönnek az ötleteim, és van egy olyan érzésem, hogy akármennyire is szerettem volna egy nagyon szolid, nagyon kis visszafogott szemet csinálni, kezdett teljesen más irányba elmenni. Úgyhogy ezután a következő szín, amit fel fogok tenni, az a Cheese Dust. Ebből teszek
a szemem közepére, és összedolgozom a Flaming Hat-tal, és felfele is csinálok neki egy nagyon szép kis átmenetet. Elvileg a ranchből gondoltam tenni ide. Úristen, de szép. Úristen. Mindenféle metal és csillámos színt. Csak az ujjatokkal vigyetek fel. Sehogy se lesz olyan szép, mint hogyha az ujjatokkal csináljátok. Ez biztos. És arra gondoltam, hogy teszek egy keveset a belső sarokba is a szememhez, hogy legyen egy kis csillogás, de ezután jön a csavar, ami majd meglátjuk, hogy hogy sül el, és a food videósból fogok tenni a belső sarokba, ami sajnos nem olyan, mint amire számítottam. Ó, ennek sokkal erősebbnek kellene lennie. De a kezemen sokkal erősebb volt, nem? És akkor most jött volna az, hogy akkor kössük össze ezt így alul. De hát, hogyha ez nem elég pigmentált, akkor nem lesz jó. Az az igazság, hogy ez teljesen neon mindenhol, de amikor felrakom a bőrömre, akkor egy ilyen szép citromsárgába megy át. Pedig az elképzelés jó volt, azt tetszene. Mi van akkor, ha... Ó, ez így jobb lesz. A Flaming Hat-ot és a My Rights Here-t kevertem, és csak a szempillatövembe teszek, és azt fogom egy kicsit lesatírozni. Mehetünk a másik szememre, ami viszont 1000%, hogy zöld lesz. Mindenképpen az összes zöldet használni akarom a palettából. Már ötletem is van, hogy hogy, és magamat is meglepem, el kell, hogy mondjam. Ugyanis azzal fogok kezdeni, hogy a Tanakont ugyanúgy, mint az előbb, fel fogom vinni a mélyítő vonalam felé, hogy legyen egy kis melegség a sminkben. Ugyanezzel az ecsettel a Diet Root Beerből egy nagyon kicsit ugyanoda. Váltok megint kisebb ecsetre, és most fog jönni What's the Tea? Ehhez kellene ez egy kisebb ecset. Úristen, fogalmam nincs, mit csinálok egyébként. Én, aki egyáltalán nem szereti a színes sminkeket, színes sminkkel tesztel és próbálkozik videóban. Tehát, hogy így nem érted. Azért a What's the Tea az inkább egy kékes árnyalat, de nem baj. Következő lépésben az Illuminati-val fogom a külső felét, egy harmadát a szememnek még egy kicsit mélyíteni, formázgatni. Wow! És most jön az, amire nem számítottam egyáltalán. Egy cut crease-t fogok csinálni. Én. Hát majd meglátjuk, mi sül ki belőle. Nem egy teljes cut crease-t fogok csinálni, csak egy ilyen felet. Ezt egészen szoktam szeretni, ha jól meg tudom csinálni természetesen. És arra gondoltam, elkezdtem már itt kijavítani a végét, és azon gondolkozok, hogy a spiralingből is teszek egy keveset. Kicsit még sötétebb legyen itt a külső oldal. Csak óvatosan. Ezt megpróbálom nagyon gyorsan, nagyon jól eldolgozni. És az lenne a célom, tervem, hogy nem szeretném nagyon besötétíteni a belső részt. Tehát, hogy úgy fogunk befele haladni, hogy előbb ezt csekkolnom kell, várjatok. Ez a Conspiracy, ez nagyon-nagyon világos. Sleep Paralysis, ez nagyon tetszik, viszont ez lila. És van egy olyanunk, hogy Diet
kóla. Valószínű, hogy a sleep paralysis-t ki kell hagyjam. Diet kóla, conspiracy és sleep paralysis. És a conspiracy-ből fogok középre tenni. Ide teszek ebből. De szép! Ez az. Ez nagyon-nagyon tetszik. A szokásos kis highlighter ecsetemmel, és amivel egyébként az összes ilyen metal színt fel szoktam vinni. Szépen, óvatosan, hogy nehogy túlmenjek a vonalon, felpakolom, és megpróbálom egy picit egyébként belenyomogatni a bőrömbe. A metal színek akkor a legjobbak, hogyha kapnak egy kis nyomást, és jól oda tudnak tapadni. Itt szeretnék még egy kicsit majd feljebb vinni az Illuminati-ból. És akkor az utolsó szín a Diet Cola lesz. De hideg amúgy. De fura, olyan hideg érzés. És szerintem így egyébként a felső szemhéjem akkor kész is van. Alulra pedig fogok tenni az Illuminati-ból. Kívülre a feketéből a My Ride is Here. Belülre pedig a Conspiracy fog menni. Ezután, hogy ezzel is megvagyok, jöhet a szempilla spirál és a pilla, utána pedig jövök vissza a rúzssal. Fent vannak a pillák is, és Bence, tudod mihez értünk el? Mihez? Elérkeztünk a rúzshoz, és egyébként a pillámmal nem tudom mi van, mert ugyanabból a csomagból vettem ki, és mégis egy kicsit különböző. De összességében egyébként készen van ugye már a sminkem, és egyetlen egy szín van, oppá. Egyetlen egy szín van, ami nem tetszett eddig. Nyilván nem próbáltam ki az összeset, de a food videóhoz az egyetlen, amire azt mondom, hogy hát lehetne egy kicsit neonosabb is. De most kipróbáljuk, úristen, a kis képernyőn is olyan brutális a színe. Jeffrey What The Fuck Matte Rouge. Nincsen hozzá szájceruza, és nem szeretnék most másik márkától használni, úgyhogy szájceruza nélkül próbálok meg valamit alkotni. Mostanában tényleg nagyon rá vagyok kattanva ezekre a rózsaszín rúzsokra, és ez egy kicsit neonabb, mint amiket használok, de nagyon tetszik. Érzésre egyébként teljesen olyan, mint a másik Jeffrey's rúzsom, tehát semmi különbség nincsen. Imádom az egész kollekciót, biztosan rengeteget fogtok még látni, hogy használom. És ha van bármi ötletetek, hogy mit szeretnétek, hogy csináljak ebből a palettából, értitek, akkor azt nyugodtan írjátok meg nekem a komment részletbe. Szeretnélek titeket megkérni, hogyha lemaradtatok az előző vlogmas részekről, akkor azokat pótoljátok be. Ha bármi ötletetek van, hogy mit szeretnétek látni, hogy csináljak vlogmas alatt, akkor azt is írjátok meg nekem a komment részletbe. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Természetesen kövessetek Instán is, a nevem ott van lent a leírásban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!